A Haladás Rejesei másodosztályban szereplő női kézilabda csapata az élvonalban vitézkedő Szeged együttesét látta vendégül a Magyar Kupa 8-at döntőjében. A szombathelyek nagy meglepetésre végigbírták azt a hatalmas iramot, melyet az NB1-es vendégek diktáltak, és nagy meglepetésre 35-33-ra megnyerték az összecsapást. Én úgy érzem, hogy csattanós választ kapott minden kétkedő abban, hogy a felkészülés során, amikor azt mondtam, hogy nagyon jó sikerült a felkészülésünk, ennek tudható be az, hogy bírjuk az iramot. A bajnokságban is rendszeresen a végjátékot meg tudjuk nyerni, és itt ezen a mérkőzésen is azon múlott, hogy ezek a lányok felnőttek a feladathoz, és felülmúlták az ellenfelet erőnlétileg. A Vasi Gárdában többen is remek teljesítménnyel rukkoltak ki, a nyáron érkezett új játékosok is egyre jobban beilleszkednek a gépezetbe. Egyre jobb kapcsolatban vannak az újak, a személy szerint én és a régiekkel, és úgy érzem, hogy most már a pályán is egyre jobban kijön, és megismerjük egymást, mert már egyre jobban érezzük egymást a pályán. A nyolc közi jutással a szombathelyi csapat fennállása egyik legnagyobb sikerét érte el, ugyanis Böloni Roland tanítványai még sohasem szerepeltek ilyen jól a kupa küzdelmek során. Nagyon örülök neki, nem tudom, szerintem itt a szombathelyen így ez a legnagyobb dolog, amit el tudtunk érni egy kézilabdába, szerintem más nem is volt így a történelemben. Hát nem tudom, nagyon örülök neki, nem is tudok szóhoz jutni most így hirtelenjében. A Magyar Kupában a nyolc közé két másodosztályú együttes, a Haladás és a Kecskemét jutott be, a többi hat gárda kivétel nélkül NB1-es. Így a szombathelyiek akár a Bajnokok Ligája győztes, Győri Audi Eto csapatával is találkozhatnak a negyed döntőben.